Sziasztok! Üdvözöllek itt az online térben, én Méreg Attila vagyok. Folytatódik az interjú sorozatom, most Kaics Brigittával láthattok egy újabb interjút, mert legutóbb a munkavállalók lehetőségeiről beszélgettünk, és most a vállalkozóknak a szituációjáról szeretnék pár kérdésre választ kapni tőle. Remélem egy izgalmas beszélgetés lesz, gyertek, az intro után kezdünk! Jó reggelt, Brigitta! Köszönöm szépen, hogy megint tudunk beszélni. Szép jó reggelt! Örülök, hogy újra itt vagyok. A legutóbbi videóban is sok embernek segítettünk, de ahogy láttam a Facebookon, több vállalkozó is keres információt, híreket, és jelenleg a Hertefall.hu fáze 2-vel kapcsolatosan nagyon sok kérdés van. Ez ügyben te átlátod a helyzetet, most tudnál a vállalkozóknak segíteni információval? Igyekszem átlátni, mivel hogy én is ugye vállalkozó vagyok, és elég sok vállalkozóval foglalkozom. Igen, sokan meg is keresnek, különböző fajta vállalkozók, a gondozóktól kezdve, bármilyen más szektoron keresztül. Olvasom is, és nagyon sok a kérdés. Az az igazság, hogy ez a Hertefall.hu 2 már annyit barkácsoltak, hogy szerintem már akik elkészítették, azok se ismerik ki magukat. Pár napja is egy olyan eset, hogy egy osztrák vállalkozónő, aki a művész, a történész és kurzusokat is ad, direkt a minisztereket felhívta, két minisztert, és megkérdezte, hogy most őre mi vonatkozik egyáltalán a nyitással kapcsolatban, ezt se tudták megválaszolni. A Hertefall.hu-n pedig ez is egy jó nagy zűrzavar, tehát itt oldalakat lehet olvasni, naponta küldik ki az új információkat, és javítanak is rajta, tehát az a jó hír, hogy javítanak rajta olyan szinten, hogy akik eddig kipotyogtak, azok is most bejuthatnak. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy mi is ez a Hertefall.hu-n. Ugye volt ennek egy első fázisa, az első fázis az egy gyors segély volt. Ott nem kérdeztek sokat, ott relatív gyorsan meg lehetett igényelni, és jóformán másnapra utalták is a pénzt. Viszont amit sokan nem tudnak, hogy ez az első fázisból való összeg beleszámítódik a többibe. Úgy döntöttek, hogy a vállalkozóknak most olyan támogatást adnak, hogy havonta maximum 2000 euróig lehet igényelni támogatást, és ez 3 hónapon keresztül. Tehát összességében vállalkozóként 6000 euró áll rendelkezésre maximum. Na most az első fázisban, aki kapott mondjuk 1000 eurót, és ugyanarra az időszakra igényli, azaz bármelyik időszakra igényli, ez az első segély levonódik. Most milyen időszakok vannak? Ugye föl van osztva 3 időszakra. Ez az úgynevezett Betrachtungszeitraum. Az első az március 16-tól április 15-ig van, a második április 16-tól május 15-ig, a harmadik május 16-tól június 15-ig. Tehát, hogyha ezekben az időszakokban a vállalkozóknak kiesésük volt, mert nem tudták kinyitni, ugye itt volt a rendelet, nem lehetett szolgáltatásoknak dolgozni, boltoknak, tanácsadóknak, tehát rengetegen nem tudtak dolgozni. Tehát, hogyha ebben az időszakban van minimum 50%-os kiesés, vagy hogyha ugye be kellett zárniuk, vagy nem tudják ez miatt ugye fedezni a havi költségeket, akkor kérhetnek ebből a támogatásból. Most ugye hozzá kell mondani, hogy elsősorban, hogy kik a jogosultak rá, azon kívül, hogy vállalkozók, mert ugye nem minden vállalkozóra vonatkozik. Elsősorban az egyéni vállalkozók, azok a kis vállalkozók, akiknek maximum 10 alkalmazottuk van, tehát akik teljes munkaidőben dolgoznak, a részmunkaidő, akkor ez osztódik, szorzódik, ebben nem mennék bele. A társaságoknak az ügyvezetői is, tehát társaságoknál nincsenek mindig bejelentve az ügyvezetők, a társasági részvényesek, tagok. Tehát lényeg az, hogy akinek van bejelentett biztosítása. Akkor van egy úgynevezett neue Selbstständige, ezekbe azok esnek bele, akiknek nem kell ipari engedély, mert ugye sokan nem tudják, hogy Ausztriában nem olyan egyszerű itt a vállalkozás alapítás, mert ugye eléggé komplex, de ez lehet, hogy egy másik téma lenne. Tehát vannak olyanok, akiknek nincs ipari engedélyük, mint például a trénerek, a tanárok, az oktatók, ők a neue Selbstständigekhez tartoznak, ebbe a csoportba ugye ők is belepasszolnak, akkor van egy olyan, hogy freie Dienstnehmer, ez egy ilyen
átmenet az alkalmazott és a vállalkozó között, ez ilyen projekt munkára, például lehet egy szerződést kötni, egy ilyen dienstvertragot, és akkor azok is igazából vállalkozóknak számítanak, mert maguknak kell ugye ezt leadóztatni. És utána vannak olyanok, hogy Freiberufe, ide tartoznak például az orvosok, újságírók, stb. Akik most ugye még igényelhetik, azok, akik már nyugdíjba mentek, de még vállalkoznak mellette, vagy esetleg mellette még van egy munkahelyük. Ezek az első részben kipotyogtak, tehát akiknek volt valahol bevételük, például dolgoztak még valahol 10 órába, 20 órába, bármennyire, azok az első fázisban nem kaptak segélyt, most ők is igényelhetik. És amit most még változtattak az, hogy ugye eddig úgy volt, hogy csak azok kérhetnek segélyt, akik 2019. december 31-ig alapították a vállalkozásukat. Tehát azok, akik idén alapították, és akiknek esetleg sok pénzt tettek bele, kipotyogtak. Na most itt változtattak, tehát azok, akik idén március 15-ig megalapították a vállalkozást, ami azt jelenti, hogy addig regisztráltak, bejelentkeztek a társadalombiztosításba, ők is igényelhetik, ők kapnak fix 500 eurót. Mert ugye a többieknek úgy van, hogy a leadott adóbevallás alapján számolják ki, de erre majd még rátérek. Tehát bevezettek egy olyant, hogy van egy minimum 500 eurós támogatás azok számára is, akiknek eddig negatív volt a vállalkozásuk. Tehát nem azt mondhatja, hogy na, eddig volt 2000 euró nyereségem és kipotyogtam, de azt mondja, hogy annyit investáltam, hogy én mínuszba vagyok. Ők eddig nem kaptak, most ők is kapnak. Hosszabbá tették ezt az időszakot is. Ugye mondtam, hogy március, április, május, ugye ezek az időszakok voltak, június közepéig. Most ugye vannak olyanok, akik mondjuk januárban számláztak, és pont ebben az időszakban kapták meg a pénzt, de attól függetlenül kiesésük volt. Tehát ő nekik eddig is hiányzott. Tulajdonképpen az a januári bevételhez tartozna, de mivel, hogy egyéni vállalkozók és kiadásbevétel számlázást csinálnak, ezért náluk az a dátum számítódik, amikor a pénzt megkapták. Na most, hogy ők is valamit kapjanak, ezért kihúzták ezt az időszakot 6 hónapra. Azt jelenti, hogy úgymond szeptemberig lehet igényelni a segélyt bármelyik időszakra, de akkor is maximum csak 3. Tehát, hogyha mondjuk valaki március 17-én kapta meg a januári számlájának az összegét, és akkor márciusra nem tud igényelni, mert volt bevétele, akkor ezt megteheti mondjuk júliusba. Nem tudom, mennyire érthető. Tehát már ugye még csak ott tartunk, hogy kik jogosultak. És aztán volt egy olyan az első fázisban, hogy azok, akik esetleg a familien van ilyen, Corona Familienhilfe Ausgleichsfonds, akik onnan igényeltek támogatást, hogy ők innen nem kaphattak, na most ez sincs többet, ők is kérhetnek. Akkor azok, akik Kurzarbeitben vannak, mert ugye sok vállalkozó mellette dolgozik is, tehát mellette, aki Kurzarbeitben van, ők is igényelhetik. Persze mindennek a feltétele az, amit az elején mondtam, hogy nem nyithatod ki, bevételi kiesése van minimum 50%, tehát ezt mindig figyelembe kell venni, akkor azok is igényelhetik, akik vállalkozóként most úgymond karencba vannak, tehát gyesbe vannak otthon a gyerekekkel, akik táppénzt kapnak, és azok is, akik esetleg kérték ezt a Mindestsicherungot. Tehát a Mindestsicherung, ugye, amit múltkor is említettem, hogy egyfajta szociális segély, kipótolják, hogyha túl kevés a bevételen. Tehát ők mind igényelhetik, akiknek nincs jogosultságuk, azok, akik munkanélküli segélyt kapnak. Mert ugye lehet, hogy vállalkozóként dolgozott is, és mind a kettőt elvesztette, tehát hogyha már munkanélküli segélyt kap, akkor, mint vállalkozó, innen nem kérhet támogatást. Akkor így mondjuk nagyrészt kipipáltuk azt, hogy kik jogosultak, és ugye nagyon nagy csoport az itt lévő 24 órás gondozók. Na most őnekik ugye szintén az első fázisban nem tudtak igényelni, mert sokaknak nem kértek adószámot, nincs adószámuk, nincsen adóbevallásuk, stb. Na most a másik fázisban, ugye ahogy mondtam, hogy akiknek nincs adóbevallásuk, azok is igényelhetnek segélyt, de csak 500 eurót kapnak. Viszont mivel, hogy ezt a támogatást nyitva hagyják,
évvégig, tehát december 31-ig bármikor lehet ezt a támogatást bármelyik időszakra visszamenőleg is igényelni. Tehát, hogyha most például a gondozó úgy van, hogy hát ő többet vesztett, mint 500 eurót, akkor még gyorsan meg lehet csinálni egy adóbevallást, és amint ez el lép irálva a Finanzamtól, és van egy enkomesta ekrérünk besejt, visszaigazolás az elbírálásáról, már is lehet igényelni, akár visszamenőleg is háromszorra az időszakot, és akkor azt fogják megkapni, amit ténylegesen vesztettek. Ja, és akkor vannak még, ugye, hogy kik igényelhetik, még most nem ugye a csoportok szerint, hanem hogy mik még a feltételek. Tehát egyik az, hogyha valakinek ipari engedélye van, hogy az aktív legyen. Mert ugye lehet pihentetni, úgymond azt mondani, hogy most én nem dolgozok, most én leteszem, nem adom vissza, de pihentetem. Tehát a lényeg az, hogy aktív legyen a geverbesány, az ipari engedély, ugyanúgy aktív legyen még a társadalom biztosítása, ne legyen belőle kijelentkezve, mert ugye, hogyha pihentetem az ipari engedélyemet, akkor a biztosítás is általában szüneteltetve van, és tehát ezek még fontosak tudni, hogy ez hozzátartozik. Itt nagyon sok információt elmondtál, és nagyon sokféle támogatás van, hogy ezek az egyes vállalkozóknak hogyan lesznek kikalkulálva. Néztem egy ilyen, tehát voltam egy ilyen webkonferencián, ami egy óra helyett 3 óra hosszáig tartott, és ezt próbálta elmagyarázni az az illető, aki ott tartotta, és azért tartott 3 óra hosszáig, mert ilyen egyszerű a dolog. Tehát van egy nagyon komplikált példa fent a WKO oldalán is, meg lehet nézni, hogy hogyan kalkulálják ki. A könyvelő barátnőmmel nézegettük, és azt mondta, hogy nem csak, hogy ő ezt nem érti, de ennél nagyobb fejek se nagyon nem értik, tehát ezt igazából a háttérbe számítódik ki. Tehát van egy komplikált rendszer, ugye le van adva az adóbevallás, van egy elbírálás, és akkor ők ott osztanak, szoroznak, kivonnak, hozzáadnak. Akkor valahogy kiszámolják, hogy neked mennyi veszteséged volt. Ugye eredetileg azt jelenti, hogy igényelheted a támogatást, hogy mondjuk ez a március 16 és április 15-ei között időszakban, ugye vagy van 100%-os, vagy van 50%-os, vagy valahány százalékos kiesésen, na de mennyi? Teoretikusan összehasonlítják ezt azzal az utolsó adóbevallásodnak a nyereségével. Tehát egyszerűség kedvéért, hogyha például a leadott utolsó mondjuk 2018 vagy 2019 bármelyik évben neked volt 12 ezer euró nyereséged abban az évben, ugye akkor ez egy hónapra 1000 euró, tehát akkor most nem volt semmi, akkor kapsz egy 1000-est. Ez így nagyon lekerekítve, nem biztos, hogy ez pontosan így van, csak úgy ungefél. Mégis. Mert ugye, hogy összehasonlítsák a tavalyi éveddel, vagyis az utolsó leadott adóbevallásoddal. De hogy ezt hogy hasonlítják össze, hogy nekem például tavaly márciusban az időszakban mennyi volt, azt igazából nem tudják, mert azt csak én tudom az én könyvelésemben, hogy ebben az időszakban nekem mennyi volt. Tehát ők ezt valahogy ott kikalkulálják. Na most eddig úgy volt, hogy az utolsó leadott évet nézik, viszont most az a lehetőség is megvan, hogy ki tudod választani, hogy mit szeretné. Azok, akik 2015 óta már adtak le adóbevallást, tehát 2015 és 2019 közötti időszakban leadott adóbevallásokból kérheted azt, hogy 3 évet nézzenek. És akkor abból az átlagból kalkulálják ki, látom, hogy nagyon érted, úgy, ahogy én is, meg ahogy sokan mások. Tehát igazából az a lényege, hogy ezt senki nem tudja neked megmondani, tehát majd ők, amikor ezt kiszámolták, akkor majd kapsz. Hogy ez mikor lesz, ez egy másik nagy kérdőjel, most kezdték el. Az elbírálásokat, ugye, ahogy mondtam, 17-től lehetett a fáze 2-t igényelni, ugye most van május 5, most hoztak újításokat, ebbe a kvázi 2 hétben folyamatosan újították, barkácsoltak, variáltak rajta, és akkor ugye most azt írták, akik előbb leadták, azokat is majd átnézik, hogy akkor, ha jobban járnak, akkor megvariálják, tehát ez egy ilyen, egyszer majd elvirálják, és reméljük, hogy minél hamarabb jön a támogatás, mert nagyon sokan vannak tényleg 0 euróval otthon. Úgyhogy ez a kiszámolás, ez egy nagyon összezutyult, komplikált valami. Aki úgy van, hogy valójában
nem kapna többet, mint 500-at, akkor lehet, hogy és nincs adóbevallása, akkor jobb, hogyha így kéri, és akkor kap legalább egy paušál 500-at. Mert ugye azoknak, akik idén alapítottak, ott is ki kell önmaguknak kalkulálni, hogy valójában mennyi volt a veszteségük. Neked kell kiszámolni, hogy tulajdonképpen mennyit veszítettél, van erre itt egy külön rész, amikor ugye beadják az igénylést, majd arra is rámegyek, hogy mi mindent kell kitölteni, és erre van egy ilyen külön szabadon kitölthető rész, amiben be kell írnod, hogy igazából mennyi, és akkor remélhetőleg ezt meg is kapod. Tehát ha már itt tartunk, akkor mindjárt el is mondanám, hogy mit kell elkészíteni azoknak, akik ezt szeretnék igényelni. Fontos az, hogy ugye az első, amikor kinyitod azt az oldalt, van egy olyan, hogy Eidenstaatliche Erklärung, ami azt jelenti, hogy esküdt teszel rá, az, amit beírsz, hogy az igénylés, tehát hogy a feltételeknek megfelelsz, hogy beleesel ebben a csoportba, megvan ez a kiesésed, és hogy minden adat helyén való. Ez ugye azért fontos még egyszer megjegyezni, hogy ha bíróságra mész és esküt teszel, az esküköt. Ami azt jelenti, hogy ha kiderülne, hogy valaki hamis adatokat tett be, vagy nem jár neki, és mégis kapott, akkor nem csak, hogy visszakérik azt az összeget, amit fizettek támogatást, de még a büntető jogilag is elkaphatnak. Meg kell nézni, el kell olvasni, más nem tényleg utána kell kérdezni, akár a VKO-n is, hogy most tényleg akkor én ebbe a csoportba belepasszolok, most tényleg igényelhetem. Azért nagyon oda kell figyelni, mert ez nem csak úgy szórják. Tehát itt, hogyha kinyitjuk ezt az oldalat, ugye az első az, hogy be kell kattintani, hogy igen, eskü alatt igazolom, hogy minden, amit itt beírtam, az helyén való és igaz. És hogy tudatomban van, hogyha rossz adatokat vagy hamis adatokat adok meg, akkor ugye ennek vannak következmények. Most az, hogy ugye a személyes adatokat ki kell tölteni, ugye a név, a születési dátum, az ékártszám, és akkor van itt egy kaszni, hogy nutze de opting out möglichkeit, ami megint új, aminek tegnap utána olvastam. Vannak olyanok, akik geringfügigbe vállalkozóként is lehet úgymond geringfügig vállalkozó. Tehát azt mondod, hogy van egy főállásod, és mellette te szeretnél vállalkozni, de hát még elejében nincs nagyon sok bevételed, lehet, hogy 1-200 euró havonta. Na most azért, hogy ne fizessi két helyre biztosítást, mert ugye úgyis vagy az ÖGK-ba biztosítva, ezért a vállalkozói biztosítás, társadalom biztosítónál kérsz egy ilyen kivételezést, hogy te oda nem fizetsz, csak úgymond geringfügig vagy, egy balesetbiztosítást fizetsz. Na most mivel, hogy eddig ugye az volt, hogy neked itt nincs biztosításod, nem igényelhetsz, most igényelhetsz, mert esetleg közben a másik helyen sincs biztosításod, tehát igazából te önmagadat biztosítod. Ugye ezt is be kell bizonyítani, hogy én magamnak fizetek valahol egy biztosítást, és akkor lehet ezt az opting out lehetőséget használni. Na most ugye a következő az, hogy kell, hogy legyen egy adószám. Most ahogy említettem, ugye sok gondozónak nincs, mert soha nem adtak le adóbevallást, mert ugye ez is egy ilyen dolog, hogy most kell vagy nem kell adóbevallást a gondozóknak leadni. Törvény szerint úgy van, hogyha te vállalkozol, és ebből bevételéd vannak, neked adóbevallást le kell adni. Most mivel, hogy ők általában 11 ezer euró alatt van a nyereségük, ezért igazából úgyse adókötelesek, ezért ők nem adnak le. És soha nem is kéri az adóhivatal, és én beszéltem az adóhivatallal, és az egyik információ az volt, hogy hát igen, nekik nem kell, mert úgyse jutnak tovább, a másik információ, ami írásban van, hogy igen, kell. Szóval mindenki eldöntheti, lényeg az, hogy kell, hogy legyen egy stajanoma, amit ha másképp nem, azzal meg tudnak igényelni, hogy kikérik a Finance Online-hoz a kódokat, és akkor már is van egy adószámot. Tehát ez a legegyszerűbb módja. Attól függetlenül, hogy most csinálnak adóbevallást, vagy nem. Tehát akkor már mindjárt van egy adószám. Ugye telefonszám, e-mail cím, és ugye ami még fontos, és ez is hozzátartozik ugye ahhoz, hogy ki tud igényelni, kell, hogy legyen egy osztrák cím, ausztriai vállalkozói cím. Hát, hogyha Magyarországra van, vagy bárhol máshol bejelentve a vállalkozás, akkor itt nem lehet támogatást igényelni.
Ha itt van egy kirendeltség, vagy bármi, akkor már ugye lehet kérni. És ugye a legtöbb gondozónak van itt bejelentett címe, hiszen ott laknak a családnál. Nyugodtan be lehet írni ezt a címet ide, mert ez a vállalkozásuknak a címe. Ugye akkor be kell írni, hogy mikortól vagy vállalkozó. Hát azt általában mindenki tudja, valaki elfelejteni, akkor van egy olyan lehetőség, hogy ez a Gíza osztogot ki lehet venni. A Gíza szám egy olyan szám, akinek van keverbősányi, annak mindenkinek van egy Gíza szám, és van egy ilyen Gíza abfrage lehetőség. Ott rajta van, hogy mikorra jelentetted be az ipari engedélyt. Akkor ugye van egy ilyen, hogy Antragstaten, hogy Betrachtungszeitraum. Ott persze most csak a március 16-tól április 15-i időszak van, mert hát ugye még május 16-án nem tartunk, tehát arra az időszakra majd május 20-ától lehet az igényelni. Akkor a következő sáv van, hogy Erträge Betriebseinnahmen. Hát hogyha mondjuk ebben az időszakban, amit most említettem, valakinek volt valamilyen bevétele, mégis dolgozott, csak ugye eddig esetleg volt neki 2000, most van neki 500, akkor ezt be kell, hogy írja, hogy 500 euró bevétele volt. És azt is be kell írnia, hogyha mellette máshonnan is jött valami bevétel, akár nyugdíjból, akár a TB-ből, akár a alkalmazotti státuszából, tehát bárhonnan bármilyen plusz bevétel jött, azt is oda be kell írni. És azt is, hogy kapott valami más segélyeket a szakmájába. Ugye itt van megint három kaszni, amit be kell kattintani, hogy milyen érintettséged van. Ugye az első az, hogy betroffen von einem behördlichen angeordneten Betretungsverbot, azok, akik ugye be kellett, hogy zárjonak, ez teljesen érthető. Aki be kellett zárni, az tudja is, hogy oké, nekem masszőr voltam, és be kellett zárni például. A másik kaszni az, hogy a folyamatos kiadásaimat nem tudom fedezni. Ugye a legtöbb, akinek nem volt bevétele, természetesen ezt is be tudja kattintani. A harmadik az, hogy minimum 50%-a kevesebb bevételem volt, ugyanerre az időszakra visszanézve, ami az előző évhez kapcsolódik. Most ebben a hónapban nekem csak 1000 volt, közben múlt évben ebben a hónapban 3000 volt. Tehát, hogy így minimum 50. Ki kell tölteni a kontoadatokat. Most itt a gondozóknál a következő gond, hogy a legtöbbnek csak magyar bankszámlája van, oda nem utalnak. Muszáj, hogy legyen egy osztrák bankszámlaszám. Legfeljebb azt is lehet nyitni. Alul még egy csomó kaszni van, amit be kell kattintani. Különböző szabályzatoknak megfelelek, hogy igen, igen, igen. Amiket ugye utána lehet olvasni itt a több oldalon, vagy a 4,1 pont, 4,2 pont, stb. Ezeket ugye mind be kell kattintani, és akkor el lehet küldeni. Akkor kinyílik egy olyan ablak, ahol azt kéri, hogy most az identitásodat igazold. Ugye kétféleképpen lehet, vagy föltöltöd a személyi igazolványodnak a képét, vagy azt is megcsinálhatod, hogy kinyomtatod ezt a kérvényt, aláírod, beszkenneled, és visszaküldöd. Tehát bármelyik módszer lehet, és akkor ezt így elküldted, leülsz, és akkor azt mondod, hogy bite, minél előbb kapjak, minél több támogatást. Köszönöm szépen, hogy ezen így végmentünk. Lehet, hogy sok embernek segítettünk, és mikor majd kitölti, vagy nekiáll, mert a formulát kitölti, ez segítség lesz. És záró kérdésnek az ügyfeleid között mi a leggyakoribb három probléma, amivel most az elmúlt időszakban megkerestek? Legtöbbször ugye nyelvi problémák is vannak, mert ugye egyrészt sokan valamilyen szinten beszélik a németet, de ez a nyelvezet itt nagyon komplikált, és aki nagyon jól tudja a németet, az is el kell, hogy olvassa. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nyelvileg nem tudják most beleesik csoportba, nem, vagy hogyan lehet igényelni. A másik az, hogy azt se tudják, hogy beleesnek-e abba a csoportba, akik ugye most kérhetnek. Hát ezek szoktak a legfőbb problémák lenni, meg a harmadik az, hogy hát most mit csináljak, mert nincsen adóbevallásom. Tehát igazából itt is az kell nézni, hogy hát akkor azt gyorsan megcsináltatni egy könyvelővel. Ja, és még amit nem mondtam hozzá, és fontos, hogy ez a támogatás normál esetben nem visszafizetendő, tehát ez úgymond ajándék,
nem kell rá adózni, és nem kell rá fizetni TB-t sem, mert ugye általában bevételeid után fizeted a TB-t, mint vállalkozóként. Úgyhogy hát ők szoktak így legsűrűbben megkeresni, mostanság elég sok gondozó is megkeres, mert ugye hát nekik is az van, hogy hát el vannak a munkahelyüken így nyelvileg, de most hogyan s mint tudnak, és a gondozóknál van egy, még egy új támogatás, ami most nemrég jött ki, Bundeslandonként, tehát megyénként kicsit másképp működik, de hoztak egy olyan határozatot, hogy azok, akik tovább maradtak dolgozni, mert például a váltatása nem tudott eljönni, és 4 héttel tovább meghosszabbította az itt létjét, ők kapnak egy 500 eurós bónuszt, amit a családdal együtt kell, hogy igényeljék. Erre van fent az interneten egy adatlap, amit ki kell tölteni, aláírni, beküldeni, és akkor kapnak egy egyszerű 500 eurós támogatást, amit nagyon megérdemelnek, mert elhiszem, hogy nem volt könnyű legalább 6 hetet végig dolgozni. Igazából, aki erről nem tudott eddig, akkor járjon utána, és nézzék meg, hogy ezt tényleg kérje, mert ez is egy relatív gyors segély. Tehát, hogyha jó ki lett töltve, és le lett adva, akkor relatív gyorsan átutalják, ugyanúgy adómentes, tehát nem számít bele az adózásba. Ez egy nagyon hasznos tájékoztatás volt részedről, de ha valakinek speciális kérdése lenne, kik és hol tudnak téged megkeresni? Igen, sokszor meg is keresnek sok speciális kérdéssel. Az első az, hogy arra kérek mindenkit, aki szeretné velem felvenni a kapcsolatot, hogy van a Facebookon egy oldalam, az A4U Agentúr, hogy azon keresztül, azon a messengeren keresztül írjanak, mert egyébként nagyon elveszek a sok messenger üzenetbe, tehát minden fórumon, mindenhol érkezik, Viberen, WhatsAppen, meg messenger, meg e-mail, meg mindenhol érkeznek a kérdések, és így esetleg valaki kipottyan, tehát menjenek rá erre a Facebook oldalra. Arra most is föltettem az, amiről beszéltem, mindenfajta információt, direkt a linkeket azokra a BKO-s oldalra, ahol el lehet olvasni, persze, hogy németül van, akkor ott kérem, hogy mindenki jelentkezzen. A másik kérésem az, hogy türelmesen várják meg, még válaszolok, mert nagyon sok megkeresésem van, próbálok időrendi vagy sürgőségi sorrendben válaszolni és foglalkozni mindenki ügyével. A harmadik kérésem az lenne, hogy mindenki írja meg esetleg hozzá az elérhetőségét telefonon vagy e-mailben, hogy úgy tudjam velük fölvenni a kapcsolatot. Szerintem így a leggyorsabb, hogy ne irkáljunk oda-vissza, hanem én jobban szeretem, hogy akkor felírom, és akkor felhívom az illetőt, megbeszéljük, hogy hogyan tudok neki, melyik szolgáltatással, milyen módon segíteni, úgyhogy kis türelemmel, mert sok embernek van szüksége segítségre, amit szívesen meg is teszek, de hát ugye nekem is 24 órán van. Ha valakinek komolyabb problémája van, vagy nehézségekbe ütközik, és szüksége van a szolgáltatásomra, akkor nyugodtan meg tud keresni. Brigitta, köszönöm szépen, hogy ennyire alaposan utána jártál, és a honlapodra, a Facebook oldaladra is felrakod ezeket az információkat, és most nekem ebben az interjúban is elmondtad. Bízok benne, hogy sok embernek segítettünk ezzel a videóval. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy itt lehettem újra veled. Nagyon remélem, hogy tényleg sok embernek tudtam segíteni. Igyekeztem összegyűjteni minél jobban az információkat, és hát remélem, hogy tényleg sokaknak ez egy nagy segítség lesz. Úgyhogy köszönöm. Ha lesz rá igény és lesz új info, akkor újra találkozunk. Mindenkinek sok sikert a munkába, reméljük, hogy hamarosan tényleg visszatér a normális élet, és akkor majd át is ölelhetjük egymást. Szia, Brigitta! Remélem, hasznos információt kaptatok ebből a videóból. Ha igen, akkor osszátok meg ismerőseitekkel is, lehet, hogy nekik is érdekes lesz az anyag. Ha még nem vagy feliratkozva, lent van a feliratkozás gomb. Ha szeretnél kommentelni, ne fogd vissza magad, mindig elolvasom, miket írtok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek jók, ha tudtok, meg egészségesek. Sziasztok!